Sziasztok, én Marci vagyok, és itt tartózkodom Szolnokon a Vasúti Zagyva hídnál, és ez itt a közlekedési magazinműsor második, azaz februári része. Azoknak a nézőinknek, akik most csatlakoztak ide a műsorba, és nem tudják esetleg, hogy mi ez a közlekedési magazin műsor, azoknak elmondanám, hogy ebben a műsorban közlekedési érdekességeket, közlekedési híreket, egyéb közlekedésben dolgozó emberekkel készült interjúkat láthattok. Aki nem látta még az első adást, annak érdemes ide a jobb felső sorokba kattintania, ugyanis ott meg tudja nézni az első adást. Amit a videós gárdával kapcsolatosan érdemes megemlíteni, az az, hogy az előző adáshoz képest szinte teljesen maradtak ugyanazok a videósok, egy új tag érkezett, viszont természetesen a meglepetés vendég és a témák kicserélődtek. Most pedig megnézzük, hogy a mai adásban milyen hírekkel és témákkal fogunk foglalkozni, úgyhogy tartsatok velünk! A mai műsorban legelőször megismerhetitek Andrást, az Ambi videó csatorna tulajdonosát. András a 300-as BDDF vezérlők jelenlegi helyzetéről számol be nektek. Őt követi egy kisebb beszélgetés, ahol Laci és Dávid mondják el a véleményüket a budapesti agglomerációs vasúti stratégiáról. Ezután Imre, a Transport Videó csatorna tulajdonosa mesél nektek a MOS rendszámú Volvo 7900A típusú buszok átcsoportosításáról. Ezek után következik a nézőink, barátaink által beküldött legszebb fotók zenés összeállítása, tehát a 10 legszebb fotó február hónapból. A fotók után LMDB Laci hírét hallgathatjátok meg, aki egy közlekedési alapvizsgáról számol be nektek. Őt követi Trainspot Hungary, aki a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvonal újranyitásáról készített egy összefoglalót. LMDB Bence zöldi karuszokról, okosi karuszokról és a 260-as családról is mesélni fog nektek a saját hírében. A hónap érdekességét pedig Dávidtól hallhatjátok. Nagy visszatérő a Gyermekvasúton címmel. Természetesen ebben az adásban is lesz meglepetés vendég, Gerlong Tamás személyében. Nos, kedves nézők, Andrással fogok beszélgetni, aki az Ambi videó csatorna tulajdonosa. Szia, András! Szia, Márci, sziasztok! Ugye te is készítettél egy riportot, egy összefoglalót nekünk. A te témád a 300-as BDDF vezérlők selejtezése lesz, de ne szaladjunk ennyire előre azoknak a nézőknek, akik még nem ismernek téged, azoknak is szeretnék egy kicsit megismertetni téged, de nem is én foglak megismertetni, szeretnének megkérni, hogy egy pár mondatban mutatkozz be, mesélj a kezdetekről, miért kezdtél el videózni, és miért pont közlekedés? Szóval alapvetően 18 augusztusa körül kezdtem el a videózást, tehát körülbelül olyan 2,5 éve csinálom, ez mondjuk azért nem annyira hosszú idő. Ugyebár maga a téma egyébként korábban is foglalkoztatott már, viszont akkor ugye, amikor beszereztem az első kamerát, és még a mai napig vele dolgozok, akkor tudtam ugye elkezdeni feltölteni a videókat YouTube-ra. Nyilván az elején azért még kevésbé voltak ezek felkészült anyagok, tehát azért még visszanézve is azt mondom, hogy azért nem volt teljesen az a színvonal, amit mondjuk én magamtól is elvárnék. Nyilván senki sem kezd profin ezt a dolgot, meg van hova fejlődni. Ez tény és való. Hát egyelőre most úgy vagyok a dolgok, ahogy ugye, ahogyan a lehetőségek adódnak, úgy töltöm fel, meg veszem fel a videókat. Persze az utóbbival van egyébként ugye nagyobb dolog, tehát hogy azért az utómunkával az sokkal több időt elvesz valóban, úgyhogy aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyelőre azért örülök, hogy így a visszajelzések alapján persze sikerült sok nézőt megismerni, ez alapján meg sokaknak örömet okozni, úgyhogy egyelőre most úgy vagyok, hogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ebből a szempontból.
Aha. Amit még kérdeztem az előbb, arra is egy picit tér ki, hogy miért pont közlekedés? Miért pont közlekedés? Hogy jött ez, hogy közlekedés szeretnél videózni? Hát maga a közlekedés egyébként, elsősorban most így a tömegközlekedésről beszélünk, azért egy olyan dolog, ami nyilván az én életemnek is meghatározó része volt, főleg gyermekkoromban, hiszen ugye Pesten élek már gyakorlatilag 20 éve. Azon kívül, hogy egyébként ugye egyetemre Győrbe járok, illetve jártam most nyilván a koronavírus miatt, erre nincs lehetőség. És hát alapvetően ugye leginkább a troli, illetve a hév volt az én életemben ugye a meghatározó, illetve még ugye emlékszem, amikor gyerekként sokat utaztunk a kettes metrón, és akkor még javában közlekedtek, sőt, akkor még ugye híresebb volt ugye a ma is használatos alsztom szerelvényeknek, amik ugye most járnak a kelet-nyugati metrón. Aha. Akkor még ugye csak a szovjet metrók jártak, és emlékszem még, amikor, tehát rengeteget utaztam velük, és azért az is tényleg egy nagyon nagy része volt a gyerekkoromnak. Ha minden igaz, akkor ugye 2013-ban nyugdíjazták őket onnan, és hát ezért is lett úgymond az egyik kedvencem ugye a régi szovjet metrók. Hát sajnos ugye most nem sikerült, illetve hát sajnos nem sikerült őket egyszer se fotózni, hiszen ugye az M3-as vonalról 18 márciusában tűntek el. Ugye ez már lassan 3 éve. Igen. Aha. És ebből adódik a kérdésem, ami szerintem sok mindenkit foglalkoztat, talán a követőit közül is, hogy ha választani kellene, akkor inkább a kötött pálya, vagy inkább a közúti közlekedés, és miért? Hát ez egyébként sok mindentől függ, hogy most hol melyiket lehetne előnyben részesíteni. Tehát ez azért nyilván attól is függ, hogy hogy milyen távolság, milyennek a lehetőségek. Na most én alapvetően úgy vagyok, hogy azért nagyobb távolságokon, legalábbis személyes véleményem szerint, ahol van lehetőség, persze van, tehát lehetőleg a vasutat előnyben részesíteni, hiszen azért, ha megnézzük, azért egy jóval környezetbarátabb közlekedési alternatíva, mint mondjuk a busz, csak hát azért nyilván fenntartani azt az infrastruktúrát azért jóval költségesebb és körülményesebb is. Bár ami azt illeti, hogy ugye most jelenleg amit etten érhető itt, hogy sokszor van az, hogy a közúti közlekedés és a vasúti közlekedés egymással versenyzik, holott egyébként az lenne a legjobb, hogyha egymást kiegészíteni a kettő. Úgyhogy nyilván van rengeteg, tehát Magyarországon is nyilván van rengeteg olyan vonal, ami mondjuk azért sokkal jobb menetrendet is megérne, és tényleg azért a környékbeli lakosoknak is egy sokkal jobb lehetőség lenne akár. De erre azért rengeteg példát lehetne mondani nyilván. Ugye a srácokkal ránéztünk a csatornádra, és az megfigyelhető, hogy kezdetekben inkább budapesti közlekedéssel foglalkoztál, tehát arra fókuszáltál, míg mostanában találhatóak videók, ugye vidékről, vidék eltűnő félben lévő járműveit is videózod és próbálod bemutatni. Rengeteg olyan felvételed van, ami mondhatni már archív, tehát érdekességeket is sikerült videóznod. A kérdésem az lenne, hogy milyen indítatásból videózod főként ezeket a járműveket? Gondolok itt például az eltűnő félben lévő Icarus buszokra. Na most ugye alapvetően, amikor ugye elkezdtem a videózás, nyilván egy környékbeli témák, amik azért könnyebben megközelíthetők, elsősorban ezek voltak terítéken, nyilván azért most is vannak olyan témák, amik úgymond aktualitásnak számítanak, tehát azért nyilván a saját környezetemből is próbálok videózni, mert azért itt is akad bőven téma. Na most alapvetően ugye aztán egyre jobban úgy voltam vele, hogy azért el kellene kezdeni nyitni olyan témák felé is, amik mondjuk kívül esnek, úgymond Budapesten kívül. Jó az, amit te véleményem szerint egyébként
többé-kevésbé teljesen természetes dolog, de most már igazából maga az alapkoncepció az, hogy sokszor akkor nyilván attól is függ, hogy mennyire messze van maga a helyszín, de gyakorlatilag ilyen már egész napos programok szoktak ugye ezek lenni. Egyébként, ami azt illeti, hát mostanában azért is ment el maga a csatorna sokkal jobban abban az irányba, hogy a volánbusznál közlekedői karuszokra fókuszál, hiszen ugyebár hát körülbelül olyan másfél éve, ugye 2019 októberre óta van az, hogy már országosan a volánbusz, mint cég lett ugye a közlekedési központoknak a jogutódja. És hát ugye ebből adódóan ugye azóta sokkal jobban felgyorsultak az események, ami azt jelenti, hogy már rengeteg térségben vannak ugye úgy beszerzések, és ugye ebből adódóan azért átcsoportosítások tényleg, és ezeket gyakorlatilag sokszor még elég nehéz nyomon követni, hiszen napról napra történnek a változások, és gyakorlatilag még az sem biztos, hogy már megtörtént. Úgyhogy emiatt is vannak most terítéken ezek a témák, hiszen nyilván itt várható úgymond az, hogy bekövetkeznek úgymond a kisebb-nagyobb változások. Nyilván most ugye a MÁV-nál is történt az a dolog, hogy ugye járművel csoportosítás országos szinten. Úgyhogy azért ebből a szempontból az is archívnak számít sok helyen. Most ha egy példát mondanék, ugye ha minden igaz, akkor talán pont egy éve, 2020 februárjában voltam ugye Máltészalkán, és akkor még jártak ott ugye ezek a klasszik BHV-s vonatok, ugye Debrecen és Fehérgyarmat között, na most ugye azóta már Debrecenből elvitték a BHV-kat, úgyhogy nyilván azért a vasút terén is megvan úgymond ez a változatosság, hiszen azért itt is többé-kevésbé lehet, és ugyebár ebből is adódik ez a most gyakorlatilag lehet a sláger témának nevezni, hogy ugye a 300-as vezérlő pattyúdala ebben a Heves megyei térségben, ami gyakorlatilag ezeknek a fajta szerelvényeknek lett a mencsvára. Igen. És gyakorlatilag ez, tehát hogy nyilván mostanában egyébként úgy vagyok tehát a magával a videózás, hogy gyakorlatilag így az aktualitásokat próbálom nyomkövetni, aztán mert valóban emiatt is van az, hogy már sok felvétel az nem megismételhető, vagy korlátozott megismételhető. Vagy már csak történelem, ez, ki tudja. Igen, ez teljesen természetes. Persze. Figyelj, én őszintén köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a műsorba, és igazából tényleg tudom ajánlani a csatornádat, természetesen a tiéd is majd ott lesz a leírásban, mint az összes többi ebben az adásban szereplő videósnak, és említetted a 300-as BDT, korábban BDT, most már BDDF vezérlőkocsikat, ennek jártál utána, úgyhogy most nézzük meg együtt András Ambi videók összefoglalóját a BDDF 300-as vezérlők mostani aktuális helyzetéről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és hogy beszéltünk. Szép napot neked, szia! Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok! A februári hónapban már egyre jobban közeledtek a 300-as vezérlők végnapjai, hiszen a hónap elején még 4 darab volt belőlük forgalomban, viszont mostanára már csak 2-nek maradt érvényes revíziója. A Szilis Classic BHV Inga vonatok utolsó mencsvára a Heves megyei térség maradt, ugyanis a Gyöngyösi és az Egri vonalon jártak személyvonatként, valamint a kettőt összekötő Vámosgyilk és Füzesabony közötti vonalszakaszon. Maguk a vezérlőkocsik a BHV-khoz hasonlóan miskolci honállomásúak, és mivel a 85-ös vonalon közlekedő vonatokat már nem Miskolcról, hanem Szolnokról adják ki, így ott már a klasszik BHV helyett az elővárosban is megszokott Fecske Inga jár.
Maguk a 300-as vezérlők egyébként nagyjából egy időben jelentek meg a BHV kocsikkal, és akár csak ugye a BHV-k, ezek is a Dunakeszi járműjavítógyártó soráról kerültek le. Bár nyilván több változata is készült a BDT vezérlőknek, amelyeket pályaszám szerint lehet megkülönböztetni, de maguk a 300-as vezérlők ugyebár az 1000-es Civic-kel tudnak ingaüzemben közlekedni. A 60-as, 70-es években azért viszonylag nagy újdonságnak számított a vezérlők megjelenése, hiszen a mozdonynak ugyebár körbe kellett járnia a szerelvényt az állomáson, ami azért egy kicsit időigényes folyamat. Viszont vezérlőkocsikkal mindezt meg lehet spórolni, hiszen ugyebár azzal lehet távvezérelni a mozdonyt. Nyugat-európai országokban, de főleg Németországban rendkívül elterjedt a vezérlőkocsis üzem, ugyebár ott már nem csak elővárosi, hanem a 90-es évektől már távolsági forgalomban is alkalmazzák a technikát. Ugyebár a mozdonyos vonatoknál ez azért praktikus megoldásnak számít. A 300-as vezérlőkből összesen 79 darab készült el, amelyek 300-tól 378-ig terjedő pályaszámot kaptak, és a kezdetekben Budapest elővárosi vonalain is nagy számban előfordultak ezek a szerelvények. Többek között ilyen vonatok jártak például Tatabányára, Győrbe, Székesfehérvárra, de például a Budapest keleti pályaudvar és 60 között jártak olyan inga vonatok is, amelyek szürke arculatot kaptak. Ezeket tréfásan patkányingáknak neveztek el. Volt egyébként pár 400-as vezérlő is, ami megkapta ugyanezt az arculatot, viszont ilyen vonatokkal már jó ideje nem lehet találkozni. Sok más a MÁV-nál közlekedő vezérlőkocsi fajtához hasonlóan, ezek a 300-as vezérlők is rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy podgyászteresek. Ugyebár a típus nevében ezt is jelzi a nagy D betű. Budapest elővárosában egyébként elég sokáig megtalálhatóak voltak ezek a hagyományos inga vonatok. A 30A és a 40A vonalakról is 2014. decemberében szorították ki őket a Stadler-Fürth motorvonatok. Utolsó időszakokban az előbbi vonalon Tárnokig, utóbbin pedig Százhalombattáig jártak a vonatok egy-egy pusztaszabolcsi körrel. Ezek után már csak a 150-es vonalon lehetett klasszik VHV-s inga vonatokkal találkozni, ugyebár ez a vonal amúgy is elég változatos gördülő állomány tekintetében, de miután többek között a Fürth motorvonatok innen is kiszorították őket, így akár csak a Váci oldalból kiszuperált hernyók, ezek a vezérlők is Miskolcra kerültek, már amelyik ugye megmaradt. Így utoljára ezek a fajta szerelvények az észak-kelet magyarországi régióban fordulhattak elő. A korábban említett 80-as, 85-ös és 87A vonalakon kívül még közlekedtek ilyen klasszikus inga vonatok, például a 92-es vonalon Miskolc és Kazincbarcika között, valamint a 89-esen Miskolc és Tiszaújváros között. A 300-as vezérlők sorsát illetően a közeljövőben arra lehet számítani, hogy a Stadler-Kisz emeletes motorvonatok térhódításával párhuzamosan sorozatosan szabadulnak fel a Budapest elővárosában már nem kellő vonatok, amelyek minden bizonnyal majd ki fogják váltani a BHV ingákat. Egyelőre jó kérdés, hogy melyik és mennyi vezérlőkocsi fog majd megmaradni esetleg nosztalgia céljára, hiszen van még egy pár meglévő darab, amelynek már korábban lejárt a fővizsgája, viszont ezekről a vonatokról azért érdemes méltóképpen megemlékezni, hiszen azért így is több mint 5 évtizeden keresztül szolgáltak bennünket. Sziasztok, kedves nézőink! Itt Laci és Dávid jelentkezik az LMDB közlekedés csatornájáról. Alapvetően egy beszélgetést terveztünk Rikárival együtt így a Zoom keretein belül. Egy bizonyos témában azonban sajnos ez most technikai problémák miatt nem tudott megvalósulni, viszont úgy gondoljuk, hogy akkor mi most ezt a beszélgetést Dávid társammal együtt meglépjük, viszont reménykedünk benne, hogy a következő hónap közlekedési műsorjában
mindenképpen helyet tudunk keríteni ennek a hármas vagy akár több résztvevő beszélgetésnek. A mai témánk ezúttal a budapesti agglomerációs vasúti stratégia. Ugye a lényege az, hogy 2040-ig ennek a projektnek, tervezett projektnek a tervezett alrészei egyaránt meg tudjanak valósulni, és tulajdonképpen ugye ezt február elején mutatták be, és lényegében talán az a különleges benne, hogy a részelemei azok egymástól függetlenül is meg tudnának valósulni, de természetesen így lenne kerek egész és szép az egész, hogyha egyaránt az összes tervezett fázis meg tudna valósulni. A leglényegesebb dolog talán az, hogy ennek a célja, ennek a különösképpen a vasútfejlesztés. Ugye a cél az, hogy a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztése az úgymond ki lehessen maximalizálva, ugye a Budapest és környékén, az agglomerációban is. Jelenleg 10-ből 3 ember használja csupán az agglomerációban élők közül a tömegközlekedést, abból a célból, hogy bejuthasson a fővárosba. A cél az lenne, hogy 2040-re 10-ből 6 személy használja a tömegközlekedést az agglomerációban élők körében. Úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas témákat feszeget ez a projekt, úgyhogy megpróbálunk kicsit ezekről beszélni, és a lehető legizgalmasabb dolgokat elmondani volna. Első témánk tehát a reptéri vasút lesz. Ugye, amit először megjegyeznék, hogy ennek a terve, illetve az ehhez kapcsolódó engedélyek azok már megvannak, illetve maga a beruházás az már elméletileg nincs is annyira messze, mert 2021 és 2027 között szeretnék megvalósítani Európai Uniós közlekedésfejlesztési forrásból. Magáról a tervről azt érdemes tudni, hogy 2016-ban alkották meg, hogy így fejezem ki magam, alkották meg ezt a tervet. A terv egyébként már 2016 óta létezik, csak akkor a MÁV-on kívül, vagy a MÁV helyett egy lehetséges kínai beruházóra gondoltak azzal kapcsolatban, hogy ő fogja kivitelezni ezt a tervet, illetve főként saját érdekeltsége alapján fogja ezt a vasútvonalat használni. Azonban természetesen ez a MÁV-nak is egy jó befektetésnek tűnik, ugye, hogy a kettes terminálhoz kösse ugye a vasutat, mivel ugye tudni kell, hogy jelenleg ez úgy van, hogy az egyes terminál környékén tudunk ugye leszállni Ferihegy megállónál, és onnan hát talán a 200 eljelű busszal juthatunk csak el, vagy taxival ugye a kettes terminálhoz, ez nem hatékony. Egyébként, hogy így kicsikét a megvalósítás részleteibe is belemenjünk, ugye úgy tervezik, hogy a sineket Monornál csatlakoztatnák be a 100-á vonalba, és így ugye gyakorlatilag az ország keleti feléről teljesen átszállás nélkül tudnának az utasok eljutni a reptérre. Tehát ez nem csak egy budapesti stratégiának a része, hanem ez már igazából egy sokkal nagyobb volumenű megoldási javaslatot, egy sokkal nagyobb volumenű problémakörre találna megoldást. Laci az imént ugye említette a repülőtéri vasúti kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy ugye, mivel ez nem csak a Budapesten élők számára lenne hasznos, hanem bármely más nagyvárosban élő számára egyaránt hasznos lenne. Azt gondolom, hogy a távolsági vonatok közlekedési lehetőségeit fellendíthetné egy ilyen projekt, és ehhez hasonlóan azt gondolom, egyébként még szintén nagyon izgalmas téma a déli-nyugati vasúti összeköttetése. Azt gondolom, hogy az szintén segíthetne ennek a helyzetnek a fellendítésén. Tulajdonképpen napjainkban főként nyáron gyakoriak a távolsági átlagos vonatok esetleg, akkor ugye például a Balaton déli vagy egy északi partját kötik össze bármely vidéki nagyvárossal, gondolhatunk itt Miskolcra, Debrecenre, Szegedre, tehát főleg ugye az ország keleti felével. És azt gondolom, hogy ehhez hasonló távolsági vagy átlagos vonatok közlekedtetésére is kiválóan alkalmas lenne esetleg egy déli-nyugati vasúti alagút, és így talán mondjuk olyan járatok is megvalósulhatnának, mint például Szombathely meg Debrecen között egy express vonat. És egyébként ez szerintem egy nagyon korrekt és abszolút hasznos kivitelezés lenne ugye a vidéken élők számára, és így nem csak
központilag Budapesttel szeretnék összekötni vasútilag a vidéken élőket, tehát nem kéne még átszállni, hanem egy közvetlen járat lehetne. Na de térjek is rá a déli-nyugati vasúti összekötésre. Ez a projekt tulajdonképpen a többi minden részprojekttel, ami a budapesti agglomerációs vasúti stratégia alá tartozik, 2027-ig 1500 milliárd kaphatna. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút költséges projekt, mert is vasúti alagút fúrásáról lenne szó, tehát egy vasúti alagút elkészítéséről, ami költség mellett ugye még más miatt is kérdéses. Jele van nyomvonal szempontjából, hitelezés szempontjából, és természetesen meg kell találni a kellő mélységet is, mivel a Duna alatt kell, hogy áthaladjon ez a vasúti alagút. A tervezet szerint már Kelenföld után el kéne sülyeszteni a vasúti pályát. Egyébként kétvágányú, villamosított vasútvonalnak tervezik, és ezen csak személyforgalom közlekedhetne. És tulajdonképpen ezzel a délmai szerepe már meg is szűnne, hogyha ez a projekt megvalósulhatna. Viszont a nyugati szerepe megmaradna, de feltételezhetően a nyugati már részben egy picit mélyebben lenne a mai szinthez képest, és kb. A Dózsa-György útnál jöhetne fel a felszínre a vasúti pálya teljes mértékben. És a mai Gellért-hegyi alagút, tehát a déli és a Kelenföld között megtalálható alagút bejáratánál kezdődhetne meg a vonalnak a sülyeztése. 4,5 km és 7 km közötti hosszúságúra terveznék, ami azt jelenteni, hogy feltételezhetően nem a vár alatt haladnál, hanem a Szél-Kálmán tér fele egy nagyobb ívet megtenne, úgymond, és a Margit híd környékén haladna egészen tovább a nyugati pályaudvarig a nyomvonal. Így egy kicsit érdekesebb kérdést is felvet, egy más érdekes kérdés talán az, hogy az M2-es metrónak mi lehet a szerepe majd a jövőben. Ez kb. Valamilyen szinten a 2-es metró vonalán is alakhatna légvonalban bizonyos szempontból. Talán még fontos megemlíteni azt is, hogy a vasúti szempontból ehhez a projekthez talán szükséges az is, a biztosító berendezések, a felső vezetékhálózat, vagy épp a vágányhálózat korszerű legyen, és ugye jelenleg talán a 30-án a legkorszerűbb Budapest és elővárosának környékét jelenbe véve, de egyébként, ha ez meg tudna valósulni a nyugat irányában is, akkor azt gondolom, hogy ez a vasúti összekötés is abszolút hasznos lenne. Más szempontból pedig ugye egy fejpályaudvari vágányon maximum 2-3 vonat tud megfordulni egy adott óra alatt, viszont, hogyha nem fejpályaudvarról van szó, akkor akár 12 vonat is áthaladhat egy adott vágányon egy óra letelte alatt. Az én véleményem az az, hogy haladni kell a korral. Térjünk rá egy másik fejlesztésre, ami szintén kapcsolódik az alagúthoz, hogy így mondjam, csak ez egy másfajta alagút lenne, ugye az M5-ös metró, ez a bizonyos M5-ös metró. Nagyon érdekes maga a projekt, ugye ez igazából az agglomerációban élőket segíteni jobban, mint ugye a Budapest belvárosán belül közlekedőket, és egy kicsikét, hogy is fogalmazok, jobban összekötni az agglomerációkat, tehát ugye az északi agglomerációt a délivel gyakorlatilag összekötni, tehát kevesebb átszállással, illetve kevesebb forgalmi torlódással ugye a felszínen lehetne közlekedni, ennek ugye ez a lényege. És hát, hogy rátérek, hogy pontosan mi is az az M5-ös metró, ez ugye nem egy teljes mértékben új metróvonal lenne, ezt pontos kihangsúlyoznom, hanem gyakorlatilag a híveket kötné össze egy alagútban. Tehát a H5-ös Szentendreit, a H6-os Ráckeveit és a H7-es Csepeli hévet kötné össze a föld alatt. Amit érdemes tudni, hogy ez is egy elméletben közeli projekt, tehát a megvalósítását 2021 és 2027 között tervezik, természetesen ezt is uniós forrásból, illetve nem csak annyi lenne maga a projekt, hogy úgymond ásnának egy alagutat, ahol ugye összekötnék a híveket, hanem a hívvonalakat, ugye a H5-ös, H6-os, H7-es hívnek a vonalát is felújítanák ugye annak érdekében, hogy egyrészt ne kelljen sebességkorlátozásokat, tehát egyrészt, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások ezeken a vonalakon, illetve ugye
Természetesen a vonal felújítása mellett egyfajta műszaki felújítást is kapni. Ezt értem úgy, hogy ugye új járműveket, felújított járműveket közlekedtetnének rajta, illetve hogy kicsit kibővítenék a funkcióit a hévnek, hogy így fogalmazzak, tehát ugye P+L parkolókat szeretnének ugye a hévek mentén kialakítani, ugye ennek főleg az lenne a lényege, hogy minél többen, még az agglomerációból is minél többen használják ugye a tömegközlekedést a személygépkocsi helyett, tehát hogy tegyék le a személygépkocsit akár a hév megállónál, és ezáltal ugye szálljanak át a hévre, és utazzanak úgy keresztül, vagy utazzanak úgy be a belvárosba. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos fejlesztésnek ígérkezik. Körülbelül 1 millió embert érintene közvetlenül az agglomerációkba, és akkor még ne beszéljünk ugye akár a turistákról, akár a szezonálisan ingázókról. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a tervet is minél hamarabb ki kellene vitelezni. Egyrészt a budapesti lakosok, illetve természetesen a környezetvédelem szempontjából. Azt gondolom, hogy a héves projekt megvalósulása tulajdonképpen északi-déli szempontból lenne jelentős az agglomerációban élők számára, így akár tényleg átszállás nélkül el tudnának jutni akár a Szentendrén élők Ráckevére, vagy épp fordítva. És természetesen azt gondolom, hogy ennél sokkal könnyebben kivitelezhető része is vannak a projektnek. Ugye a közös tarifa talán az a lehető legkönnyebben kivitelezhető része, de úgy gondolom, hogy még bizonyos vasútvonalak fejlesztésén is nagy hangsúly lehet ugye a jövőt tekintve. Hogy ez mennyire tud könnyen megvalósulni, az majd kiderül, de tulajdonképpen ezeknek az eredményeképpen akár az a cél, hogy akár 90 vonat per óra közlekedhessen. Tehát tulajdonképpen 90 vonat közlekedhessen egy óra lefolyása alatt a Budapesten és az elővárosban tulajdonképpen. Jelenleg kb. Fele ennyi a kapacitás, tehát ezt mennyire lehet bővíteni ezt a kapacitást, ez egy nagyon jó kérdés. Ez talán egy kicsit utópikus része a dolognak, de talán nem elképzelhetetlen. Igen, én is egyetértek Dáviddal, hogy kicsit utópisztikusan hangzik, hogy ez a projekt viszont, vagy hát még stratégia, viszont én személy szerint nagyon örülnék annak, hogyha legalább részben, de ugye az az ideális, hogyha ez teljes mértékben 2040-ig meg tud valósulni. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ez a stratégia, ez a projekt megkönnyítené a fővárosban, az agglomerációban, illetve közvetetten, ugye főleg, ha csak a reptérre gondolunk, az egész országban élők helyzetét, emellett fontos környezetvédelmi szempontokat is kilátásba helyez, mint például ugye azt, hogy ha csökken a belváros és az agglomerációk között személygépkocsival ingázóknak a száma, akkor az pozitívan járulhat hozzá ugye a budapesti, illetve az országos levegő minőséghez is. És szerintem ez is egy nagyon fontos szempont. Minden esetre köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, úgyhogy tehát köszönjük szépen a figyelmet, és akkor én Laci voltam. Sziasztok! Én pedig Dávid voltam. Sziasztok! És köszönjük a figyelmet még egyszer. Újabb átcsoportosítások történtek a Volánbusz ZRT-nél. Többségében most a mosos rendszámú Volvo 7900A típusú autóbuszokról lesz szó. De még mielőtt a témába belemélyülnénk, dióhéjban összefoglalnám ezeknek a műszaki adatait, illetve az előéletüket. A járművek Lengyelországban, azon belül is Wrocław városában készültek el 2013-ban. Az Euró 5-ös környezetvédelmi besorolásba tartozó alacsonypadlós buszok 3, illetve 4 ajtós kivitelben kerültek le a gyártósorról. Volvo D9B310-es motorral, valamint 6+1 sebességes ZF Ecolife váltóval rendelkeznek.
Habár 2019. október 1-től már országos szinten is a Volánbusz ZRT közlekedteti autóbuszait, a 61 darabból álló flottából akkor kapott Budapest, Érd és Szigethalom, amikor még csak Pest megyében volt jelen ez a cég. 2014 első negyedévében ezek a Volvo autóbuszok szolgálatba is álltak. Fővárosunk számos agglomerációs járatán is megtalálhatóak voltak, tehát a Csepeli, Gyáli, Péceli, valamint a Szigetszentmiklósi járatokat is teljesítették. 2020. októberében utasforgalomba állt az a 30 darabból álló Mercedes-Benz Conecto GNG, melyeknek köszönhetően már felszabadulhatott elég sok mosos rendszámú az agglomerációs járatokról. Október és november tájékán egy kisebb-nagyobb selejtezési hullám érte Miskolc helyközi állományát, így az átlag életkornak a csökkentését 5 darab Volvo 7900 A-típusú busszal szerették volna megoldani. November 6-án kerültek le Miskolcra, majd másnap már szolgálatba is álltak a Miskolc Kazincbarcika járatain. Szintén november elején került Debrecenbe 5 darab bilikék fényezésű Volvo, de erre majd később szeretnék kitérni. Miskolc helyközi üzemegységéhez a következők tartoztak. Mos 241, Mos 242, Mos 243, Mos 244, és a Mos 246. 180 kilométer, néha több. Valamiért mégis mindig eljövök. A P-Mobil együttestől ez az idézet most is aktuális volt, hiszen nem véletlenül mentem le ezekért a járművekért Miskolcra. A mosómedvék, vagy gúnyosabb becenevükön a moslékok nem töltöttek be egy meghatározó szerepet ebben a térségben, hiszen ezeket 5 SEW rendszámú Volvo 8900-assal szerették volna kiváltani. A Mos 244-esen kívül az összes 2021. február 1-én közlekedett utoljára az Acélváros térségében, majd másnap át is kerültek Debrecenbe. Néhány nappal később megérkezett az 5. Volvo 8900-as, így ezután a 244-es is átköltözhetett. Mint említettem, a Civisváros is kapott 5 bilikék fényezésű Volvót 2020. novemberében. A miskolciakkal együtt most már 10 darabban lehet találkozni ebben a városban és térségében. Ezek a buszok a Debrecen-Hajdúsámson, Debrecen-Téglás, Debrecen-Szakoly, és Debrecen-Nyíradon járatain teljesítenek szolgálatot. A Civisvárostól így 4 darab ARC 187-es köszönt el, melyek Eger térségében folytathatják tovább pályafutásaikat.
Szinte a semmiből robbant be az a hír, hogy idén márciusban közlekedési alapvizsgát tartanak az általános iskolás tanulóknak, azon belül is főként a 4-től 7. osztályosoknak. A vizsga, mivel nem szerepel a tanévrendjében, természetesen nem kötelező, bár ez eredetileg kötelezőnek volt tervezve, viszont a járvány ezt a folyamatot is megakasztotta. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azonban hangsúlyozta, hogy a vizsgákat idén kísérleti jelleggel rendezik meg. Akik azonban márciusban legalább 80%-os eredményt elérnek a vizsgán, azok névre szóló tanúsítványt kapnak, ez egyfajta elismerése annak, hogy tisztában vannak az alapvető keszabályokkal. Akiknek ez márciusban nem sikerül, azok a tavaszi szünet után tehetnek még egy próbát. A vizsgára való felkészülést egy munkafüzet, úgynevezett közlekedő kisokos is segíti. Egyes felmérések szerint a balesetek körülbelül 15%-át a biciklisták, vagy a gyalogosok okozzák, így személy szerint jó ötletnek tartom, hogy a kisgyerekek már alsós korukban megismerkedjenek a KRESZ szabályaival, igyekezzenek felelősen hozzáállni a közlekedéshez. Nos hát, sziasztok kedves nézők, itt Trainspot Hungary jelentkezik. Az én kis részem a 135-ös vonal alsó szakaszáról, azaz a Szeged-Hódmezővásárhely szakaszról fog szólni, ugyanis műsorunk kikerültekor egészen pontosan ezt a vonalszakaszt 13 napja adtak át az utazóközönségnek, illetve úgy gondolom, hogy a vonal mellett élők számára februárban ez egy elég meghatározó időpont volt, viszont úgy gondolom, hogy inkább nézzük a konkrét paramétereket, hogy milyen változások történtek, és nyilván azért egy kis vélemény is benne lesz, de azért visszafogottan, hisz ez mégiscsak egy műsor. Szerintem kezdjük azzal, ami talán a legfontosabb és a legjobban kiemelésre méltó, hogy a vonal 100 km/órás végsebességre képes, ami villamosítatlan fővonalhoz képest úgy gondolom, hogy Magyarországon mindenképpen egyedülálló, de például ilyen téren a németek sokkal előrébb vannak, mint ahogy sok más dologban is. A vonal sebességkorlátai a következők. Szeged vasútállomás és Szeged rendező kijárat között 60, a kijárattól Szeged Rókusig 80, Szeged Rókus kijárattól pedig egészen Baktóig 100 km/órás korlátozás van érvényben. Baktónál, ahol véget ér a két vágány, a nagysebességű csak 80-as váltó miatt körülbelül 50 méterig 80, majd utána egészen Algyő bejáratig 100 km/óra ismét. Ott található megint egy ilyen nagysebességű 80-as váltó, illetve az állomás másik végén is, viszont az állomás területén fel van oldva a 80, ugyancsak az Algyői Tiszahídnál, ahol a felújítás előtt lassú jel volt, most 100 km/órával járható a híd, ami, ha a régi időkre gondolok vissza, jelenleg egy brutálisan jó szám. Legjobb tudomásom szerint jelenleg Algyőnél van a legutolsó lassú jel, onnantól kezdve egészen Hódmező népkertig 100, annak kijáratánál pedig egy 40-es lassú jellel találkozhatunk. Nos igen, eddig minden szép és jó, azt a mekkora sebesség, hát nem. Mivel a csabai csörgőállomány egy része 80 km/órára van korlátozva, ezért a menetrendet nem tudták megváltoztatni, már csak azért sem, hiszen akkor mind a 140-es, mind a 120-as vasútvonal menetrendjébe bele kellett volna piszkálni. Na most, ez egy érdekesség volt, a szerintem háromból, mondom is a maradék kettőt.
Az egyik, ami szerintem vicc kategória, hogy ez a vonal jelenleg jobb állapotban van, mint a 100 éves villamosított fővonal, melyen csúcsban 8-9 kocsis IC-k járnak óránként, illetve ahol csúcsban kb. 5-10-szer nagyobb utasforgalom is van. A másik, hogy bár a pályát Népkert kijárat és Rókus bejárat között megcsinálták, de utána, mint Szeged, mint Békés Csaba irányába borzasztó hízagos pálya következik. Egyébként az utóbbi kettő dolog inkább politikai kérdés, ezért inkább ne is menjünk ebbe bele komolyabban. A vonalon egyébként 100%-ban csörgők uralkodnak, kivéve akkor, amikor az egyik bedobja a kulcsot, no akkor bizony BZ kigyó helyettesíti ezeket. Kocsiügyileg 90%-ban fecske VHV, amit inkább nem is minősítek, maradék 5 áll BD, A, B kocsikból, kerekesszékes utas esetén pedig BHRV kocsiból. Kedves nézők, én megpróbáltam nektek minden hasznos infót átadni, remélem, hogy tetszett, és köszönöm megint az LMDB csapatának, hogy részt vettem a második műsorban is. Ez itt a Trainspot Hungary volt, sziasztok! A sokak által ismert és kedvelt eredetileg magyar autóbuszgyár 2020-ban zöld autóbuszok gyártásába kezdett a kínai CRRC Urban Traffic nevű vállalattal közösen. Az Icarus gyárában készülnek az elektromos autóbuszok alvázai és felépítményei mind szóló, mind pedig csuklós kivitelben. 2021. januárjára elkészült az első ilyen autóbusz, melyet február 1-től tesztelnek Székesfehérvár utcáin egyetlen egy hónapig utasok bevonásával. Az autóbusz Icarus City Pioneer néven készül, és több mint 150 megrendelést kapott az Icarus Jármű Technikai Kft. Az autóbuszok 8 város környezetszennyezését hivatottak csökkenteni, illetve üzemeltetési szempontból is takarékosabbak, mint hagyományos hajtású elődeik. Ugyanis kilométerenként 60 forinttal olcsóbb az üzemeltetésük, hát ami sokat számít, ugyanis az autóbuszok egy átlagos szolgálati nap alatt akár 165 kilométert is megtesznek. A buszok egy töltéssel 200-250 km-t képesek menni, melyet egy 3 órás töltési folyamat tesz lehetővé. Az új generációk eljövetelével szinte párhuzamosan lassan teljesen eltűnnek Budapest utcairól az egykor csodálatos hírnévnek örvendő Icarus 260-as kocsik. 2021. január-február fordulóján volt az 50. évfordulója annak, hogy a típus néhány korai példányát először állományba vette a BKV. Az elmúlt 50 évben közel 1260-as kocsi teljesített szolgálatot a főváros viszonylatain. Persze, mint minden járműnek, ezeknek is vannak egy élettartama, hát ami sajnos előbb vagy utóbb lejár, üzemeltetésük gazdaságtalanná válik, ezért állományból törlik őket és új, korszerű buszokkal töltik fel a helyüket. A vidéki városokban viszont még sok helyen teljesítenek szolgálatot ilyen típusú buszok, tehát egy ideig biztosan láthatjuk még őket az utakon. Visszatérve az idei év februárjához, az autóbuszgyár okos buszok gyártásába is kezdett, melyet az Óbudai Egyetemmel közösen készítenek. Ezen buszok építését másfél éves elektromos buszok gyártásában szerzett tapasztalatokra alapozzák. Az említett egyetem feladata, hogy okossá tegye az elektromos buszt.
A rendszer feladata a töltés figyelése, a sebesség figyelése, egész szolgálat alatt a sofőr éberségének észlelése, fáradtság észlelésének esetén jelzést ad a sofőrnek. Az Icarus gyár láthatóan nagyon igyekszik visszanyerni egykori helyét a világranglistán, így kezdett a fenntarthatóságot jobban szolgáló új és korszerű buszok fejlesztésébe. Személyes véleményem, hogy az elkészült City Pioneer egy szép autóbusz lett, és hosszú távon reméljük tényleg megállja a helyét, mint úttörő, akárcsak elődei a nagyvilágban. A hazai autóbuszgyárban szerintem még sok potenciál van, melyeket valószínűleg ki is fognak használni. Ilyesmi lehet például a Goldeon H18-as hidrogénbuszhoz hasonló hidrogénhajtású Icarus tervezése és gyártása. Tehát ez legyen a jövő zenéje, és várjuk meg, mi lesz ennek a vége. Nagy visszatérő január végén a gyermekvasúton. Január 21-én délelőtt érkezett meg Hűvösvölgybe a gyermekvasút legújabb büszkesége, a CAX 529-es pályaszámú négytengelyes, nyitott peronos vasúti kocsi. A frissen felújított CAX Nosztalgia kocsi január 31-i próbaútja más miatt is érdekesnek bizonyult. Az ok egyszerű. A Lajos bácsi becenevet viselő 490-039 pályaszámú gőzmozdony, mely az imént említett CAX 529 élén volt látható, ideiglenesen visszavonul főjavítás miatt. Így neki ez volt az utolsó útja. A futópróba alkalmával a szerelvény utasokat nem szállíthatott, csak a műszaki személyzet kísérte a vonatot. Ennek ellenére rengeteg vasútbarát érdeklődését felkeltette az esemény. A továbbiakban mesélnék is egy kicsit a személykocsiról. Ezt a típust a II. Világháború utáni járműhiány enyhítésére építették Győrben. A CAX 520 kötőjel 529 pályaszámokon összesen 10 korszerű kocsi készült. Tervezési sebességük 80 km/h volt, az utastérben villanyvilágítás és kályhafűtés várta a felszállókat. Az úttörő vasút első éveiben több ilyen CAX kocsi szolgált a budai hegyekben. Napjainkban sajnos már nem ez a helyzet. Az 529-es kocsi először Sárospatakra került, majd 2020-ig a Kecskeméti vonalak állományában volt, ahol utoljára a Bugatti kispöfögő szerelvényében láthatta a nagy közönség. A mostani felújítás a MÁV vagon székesfehérvári üzemének munkáját dicséri. De érdemes szólni a próbaút másik sztárjáról, hazánk egyik legidősebb 490-es típusú gőzmozdonyáról, a 039-esről is. Ez a példány már 1949 óta, mondhatni a kezdetek óta a gyermekvasút mozdony családjának tagja. Sajnos csak rövid ideig közlekedhetett üzemszerűen Lajos bácsi, mivel 1973-ban már kiállított mozdonnyá vált Hűvösvölgy végállomás peronján. Azonban mivel a nagyvasutakon időközben megszűnt a gőzvontatású személyszállítás, egyre nagyobb igény merült fel a gőzvontatású vonatok nosztalgia üzemére. Ennek köszönhetően a Széchenyi-hegyi gyermekvasút sem tétlenkedett. Sikerült megszerezni 2000 karácsonyán a Balatonfenyvesi kisvasúttól a 490-056-os gőzmozdonyt. 2007-ben pedig mai címszereplünk, a 039-es is visszatérhetett az élők sorába, ugyanis kisebb-nagyobb felújításokat követően már ismét személyszállító feladatokat láthatott el az egykori szobormozdony. Jelenleg mind a két gőzmozdony felújítás alatt áll. Gyermekvasutasoktól szerzett információim szerint akár már a nyára elkészülhetnek. Ekkor remélhetőleg már az utazóközönség is kipróbálhatja a gőzmozdonyozás élményét a CAX 529-es személykocsiban utazva. Kedves nézőink, a februári adásban is lesz interjú,
és lesz meglepetés vendégünk is. Itt ül a kamera túloldalán már Gerlang Tamás. Szia, Tomi! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Annyiban fog változni a mai interjú, hogy most nem egyedül fogok kérdezni, hanem az LMDB közlekedés csapatából Dávid is be fog segítkezni, úgyhogy Dávid is itt van velünk. Szia, Dávid! Sziasztok, üdvözlök mindenkit én is, és természetesen üdvözlöm a mai interjú alanyunkat, Tamást is. Hogyan kezdődött nálad a közlekedés szeretete? Mesélj kérlek pár szóban kicsit erről. Ez valamikor nagyon korai gyermekkoromban kezdődött. Körülbelül amikor megláttam a napvilágot életem első percében, mert ez most nagyon, nagyon személyes dolog lesz. Amikor megszülettem, a szülőszobának az ablaka, az a nyugati pályaudvarnak a vágányaira nyílt, úgyhogy valószínűleg az első élményem a vasúttal kapcsolatban az már életem első napján és első perceiben származott. És ez valahogy ugye az egész gyerekkoromat végigkísérte. Nem igazán volt mondjuk úgy a családban olyan isten igazán jellemző a vasutasság. Ugyan volt kötődés néhány családtagom, néhány rokonomnak a vasúthoz, de nem túl szoros, és nem voltunk klasszikus vasutas család. Így, hát nagyjából így nőttem föl, soha nem tudtam igazán eldönteni, hogy mi szeretnék lenni, jobban vasutas vagy tanár. Hát aztán az élet úgy hozta, hogy összejött mind a kettő egyszerre, ami nagyon nagy dolog, hogy azt tudja mondani, hogy egy gyerekkori álom duplán teljesült. A vasút az nagyjából végigkísérte az egész gyerekkoromat. Gyermekvasutas is voltam, bár nem töltöttem fönn túl sok időt, én nem Budapesten laktam, tehát így bejárás egy kicsit nehézkes volt, de hát aztán végül ide sodort az élet, ahol most jelenleg vagyok, hát konkrétan a MÁV csoportnál dolgozom. Úgyhogy hát nagyjából ezt tudnám elmondani így itt a kérdésre válaszul. A mostani bevezetőben szándékosan nem említettem, hogy pontosan mivel vagy mikkel is foglalkozol, Tomi, úgyhogy szeretnének megkérni, hogy meséld el nekem és a kedves nézőknek, hogy jelen pillanatban mi a főállásod, és ezeken kívül milyen egyéb más munkakörökben dolgozol most. Jelenleg a MÁV Szolgáltató Központ Baross Gábor Oktatási Központjánál dolgozom főállásban, mint szakoktató. A BGOK-nak több szakterülete van, ezen belül jelenleg az iskolarendszerű képzésnél vagyok szakoktató. Itt főként, ugye fő feladatom az, hogy aki szakképzésben még középiskolában vasútspecifikus szakmát tanul, hát itt egészen konkrétan a vasútforgalmi szolgálattevő technikus szakmáról kell most már beszélni, jelen pillanatban így hívják a szakmát. Nagyon fogalomzavar van egy kicsit, mert ugye megváltozott teljesen a szakképzési törvény, és teljesen más fogalmakat kell párhuzamosan használni, ami tanulószerződés volt, most szakképzési munkaszerződések lesznek. Úgyhogy akik ilyen szerződés keretében jönnek tanulók tanulni a szakmai tantárgyakat a MÁV-hoz, az ő tantárgyaiknak a megtartása úgymond a feladatom. Emellett másik iskolában is tanítok ott logisztikán, tehát logisztikai technikus képzésen esti tagozaton. Ezen kívül még, hát én még a MÁV csoport előtt a BKV-nál dolgoztam. Nekem kimondottan a vasúti pályafutásom az 1435 mm-en az ott kezdődött. 2013-ban földalatti vasúti járművezető lettem, és hát gyakorlatilag azóta megmaradt a kapcsolat a földalattival, és jelenleg is időnként még megfordulok, még besegítő járművezető ezen a vonalon. A 3-as metróra is van jogosítványom, ott a BKV-nál egyéb más munkakör miatt volt szükség arra, hogy megcsináljam 3-as metróra is a jogosítványt. Ott nem alakult ki akkora nagy érzelmi kötődés, mondjuk, mint a föld alattival. Jelenleg ott egyéb más okok miatt sem vezetek. Maga a jogosítvány az még él. Ami most
úgymond a legújabb plusz foglalkozás, hát részmunkaidőben forgalmi szolgálattevőként is tevékenykedem a nagyvasúton. Ez azért is nagyon fontos, hiszen én eléggé zöldfülőként kerültem oktatóként a MÁV csoporthoz, és hát ez egy nem kis erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy felvegyem a ritmust és összeszedjem azt a mennyiségű tudást, amire itt ebben a pozícióban szükség lett volna. Úgyhogy gyakorlatilag, hát szerintem most felsoroltam mindent dióhéjban. Az előbb említetted, hogy oktatóként is dolgozol. Ezzel kapcsolatban kíváncsi lennék arra, hogy mennyire lelkesek napjainkban a fiatalok, illetve hogy milyen velük együtt dolgozni. Én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kivételes helyzetben vagyok, ugyanis vasutas szakmát, és hát itt főleg azt a szakmát, ami a forgalommal kapcsolatos, azt a szakmát, hát nagyon-nagyon kevesen mennek el úgy tanulni már középiskolában, hogy na én most akkor valami szakmát szeretnék tanulni, és hát ez annyira jól hangzik ez a vasútforgalmi szolgálattevő, hogy akkor eljövök ezt tanulni. A legtöbb tanuló ide, erre a szakmára úgy keveredik, hogy már eleve van kötődése a vasúthoz. Ennél fogva ezek a tanulók, akik ide jönnek hozzánk tanulni, és ezt a szakmát tanulják, már van egy olyan mélyről fakadó érdeklődésük az egész szakma iránt, hogy erre nagyon-nagyon jól lehet alapozni. És ez nagyon-nagyon megkönnyíti a munkát is, úgyhogy mondom, nekem nagyon-nagyon könnyű dolgom van éppen emiatt. Lehetne ez sokkal rosszabb is. Én nagyon örülök, hogy olyan tanulókkal dolgozhatok együtt, akik most úgymond a kezeim alatt tanulják a szakmát. Én legalább ilyen jó tanulókat kívánok mindenkinek, és itt most nem feltétlenül az osztályzatok függvényében, hanem úgy általában véve a szakma iránti érdeklődésük és elköteleződésüket tekintve. Ugye említetted azt is, hogy forgalmi szolgálattevőként is dolgozol. Stílszerű a kérdésem, mi a munka legszebb része, és melyik az a része, ami a legnagyobb kihívásokkal teli? Hát a legszebb része az egy olyan embernek, aki gyerekkora óta nagyon szereti a vasutat, az már önmagában az, hogy ott lehet valaki egészen közel, sőt benne a vasútnak a vérkeringésében, és ott dolgozhat. De ha valaki nem úgy jön a vasúthoz, hogy szereti azt, és szereti, amit csinál, akkor nem fogja érezni a szépségét. A szépsége abban adódik szerintem, hogy igaz, hogy az ember mondjuk forgalmi szolgálattevőként általában állomáson dolgozik és teljesít szolgálatot. Nem is jó szó erre az, hogy dolgozik, ja, az a jó kifejezés, hogy szolgálatot ad. Aki egy állomáson van, az egy dolog. Ugye az tart valamettől valameddig egy állomás, és hát neki ott azzal az állomással kapcsolatban van feladata. De az a tudat, hogy egy mekkora vérkeringésnek a része, úgymond, és hát ha most csak országhatárainkon belül is maradunk, akkor is azért egy tetemes vasúthálózattal rendelkezik még Magyarország is, de ha már itt az európai átjárhatóságra gondolunk, és hogy mekkora intenzív tranzit teherforgalom van jelenleg a vasúton Magyarországon keresztül is, ugye egész Európának, vasúthálózatának egy bizonyos pontján teljesíti a szolgálatot, és ez a tudat már önmagában szerintem egy nagy szépség. A legnagyobb kihívást jelentő része az a része, amikor nagyon-nagyon sok minden egyszerre összejön. És sokan szokták mondani, hogy hát ez egy betanított munka. Ez valamilyen szempontból igaz is, mert nagyon sok utasítás van, ami szabályozza ugye a forgalmistáknak a munkavégzését. De akkor, amikor nagyon-nagyon sok minden összejön, van egy berendezési meghibásodás, egy
egyedi forgalmi szituáció, egyszerre akar mindenhonnan jönni a vonat, minden irányból. Még esetleg akkor jönnek az utasok is, hogy valami problémájuk van. Tehát nagyon-nagyon sok minden összejön egyszerre, és az egy óriási nagy kihívás, hogy ilyen esetekben az ember úgy tudja megosztani a figyelmét, hogy minden egyes tevékenységet totálisan 100%-osan ellásson, úgy, hogy az ne menjen a biztonság rovására. Végső soron pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik az általad betöltött bármely szerep egyikében képzelik el a jövőjüket? Abból a szempontból könnyebb dolga van most a fiataloknak, akik vasúti munkakörben szeretnének dolgozni, mint mondjuk 10-15 évvel korábban, hogy úgy általánosan jellemző most a közlekedési szakmában a munkaerőhiány. Ennél fogva most viszonylag jól lehet válogatni még a pozíciók között, leginkább ugye itt a végrehajtó szolgálatra kell gondolni. Úgyhogy a vasúthoz most viszonylag könnyű bekerülni. Hát én emlékszem, amikor én szerettem volna bekerülni, akkor úgy kellett vadászni tényleg az álláshirdetéseket, és hát nagyon-nagyon sokszoros túljelentkezések voltak egy-egy mondjuk vasúti járművezetői pozícióra, most bármilyen vasúti pályahálózatot említve. Szóval most fiatalként könnyű elhelyezkedni a vasúton, ami biztos, és ezt hát mint egy javaslatként szeretném, vagy inkább egy jó tanácsként megfogalmazni, de szerintem ez azokat a fiatalokat, akik a vasúthoz szeretnének jönni, ezt már tudják. Nem igazán lehet csak úgy dolgozni a vasúton, hogy na most én bejöttem a munkahelyemre, elvégzem a munkát és hazamegyek. Nem véletlenül hívják szolgálatnak a vasúti szolgálatot. Úgyhogy mondom, a fiataloknál szerintem ezzel nincsen probléma, az én tanulóimmal sincsen ilyen szempontból probléma, ők is a vasút szeretet miatt szeretnének elhelyezkedni a vasútnál, úgyhogy én mindenkit csak bátorítani szeretnék erre, hogy jöjjön a vasúthoz, tapasztalja meg, és kívánom, hogy mindenki, aki ide jön, jelenleg fiatalként a vasúthoz, találja meg a számítását, és szeresse a munkáját, szeresse a szolgálatot, mert ez egy nagyon szép szakma, egy gyönyörű szakma. Nos Tamás, Dávid nevében is köszönöm neked, hogy tudtunk egyet beszélgetni, és hogy elvállaltad ezt az interjút. Én őszintén kívánok neked nagyon sok lelkes tanulót, nagyon sok lelkes fiatalt, és ezen kívül kívánok neked nagyon sok évet és sok sikert, kitartást az összes általad betöltött munkakörben. Tehát még egyszer köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt a mai interjút, és további szép napot neked. Szia! Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok! Nos, kedves nézőink, elérkeztünk a februári adás végéhez. Én őszintén remélem, hogy megvoltatok elégedve a témaválasztással, a műsorral. Csak ismételni tudom magamat, hogyha szeretnétek a következő adásban más közlekedési videósokat is látni, akkor azt feltétlenül írjátok meg nekünk egy hozzászólás formájában, ezen kívül várjuk ezen az e-mail címen a további észrevételiteket. A következő hónapban, pontosan április 4-én találkozunk, addig is legyetek jók! Én Marci voltam. Sziasztok!